Ha a rövid kis bevezetőnkből megértettük a függvénynek a monotonitását, akkor próbáljuk meg azt konkrét feladatokon is alkalmazni. Feladatunk, vizsgáljuk ki a következő függvények monotonitását. Az első függvényünk egy explicit alakban megadott függvény, y egyenlő 5x mínusz 12. Ugye a monotonitáshoz szükségünk van az iránytényezőre, és hogyha a függvény explicit alakban van megadva, ezt könnyűszerrel meg tudjuk kapni, hiszen rögtön le tudjuk olvasni, hogy a k-nak az értéke 5, az n-nek az értéke mínusz 12. Valójában a függvény monotonitására az n láthattuk az előtt, tehát egyáltalán nem fog kihatni, ezt csak kiírtuk, hogy meglegyen nekünk ez az adat is. Nekünk a k, ami fontos, tehát a k-nak az értéke, meg kell, hogy nézzük, ez most pozitív vagy negatív. Mivel láthatjuk, hogy jelen esetben 5, ugye az 5 az nagyobb, mint a 0, tehát mondhatjuk, hogy ez a függvény monoton növekvő. Hogyan fogjuk ábrázolni? Mivel a függvényről van szó, tehát y-t fogunk írni, és egy fölfelé mutató kis nyíllal fogjuk jelezni, hogy a függvény monoton növekvő. Ha most fognánk és lerajzolnánk ezt a függvényt, tehát ábrázolnánk, akkor lehet látni, hogy tényleg ez a függvény, ugye, hogyha balról indulunk, olvassuk jobbra, tehát balról indulva ez a függvény állandóan növekszik. Láthattuk, hogy amikor a függvény explicit alakban van megadva, az praktikusan szinte ránézésre meg tudjuk határozni, hogy a függvény növekvő vagy csökkenő fog lenni. A második feladatunkban már egy picivel bonyolultabb a függvény, viszont ez sem lesz nehéz feladat. Nekünk explicit alakban van megadva, tehát nem kell semmit sem átalakítani, csak külön ki kell, hogy írjuk, mennyi a k és mennyi az n. Hát a k, láthatjuk ebben az esetben, mínusz 2/3, tehát a k mindig ugyanaz a szám, ami az x-et szorozza. Mivel a k mínusz szám, tehát kisebb, mint 0, ezért ez a függvény most monoton csökkenő fog lenni. Hogyan fogjuk ábrázolni? Ugye függvényről van szó, tehát leírom az y-t, és egy lefelé, egy kicsit ferdén mutató nyilat fogok rajzolni, tehát ez jelöli azt, hogy ez a függvény monoton csökkenő. Hogyha lerajzolnánk a függvényt, illetve ábrázolnánk koordinátorrendszerben, hát igen szépen lehet látni, hogy ez a függvény bizony csökkenő. Nézzünk még egy feladatot. Itt már azt látjuk, hogy a függvény nem explicit, hanem implicit alakban van megadva. Természetesen nekünk a k-ra van szükségünk, tehát ahhoz, hogy megkapjuk a k-nak az értékét, át kell alakítani explicit alakra. Ezzel már foglalkoztunk, hogy egy implicit alakot hogyan tudunk átalakítani explicitté. Ami lényeges, hogy az y-os tag kell, hogy a bal oldalon maradjon, minden mást átviszünk a jobb oldalra. Tehát jelen esetben a plusz 4x átmegy mínusz 4x-be, a mínusz 16 pedig átalakul plusz 16-t. Mivel itt szoroztam 8-al, ezért az egész egyenletét elosztom, bal oldalát, jobb oldalát 8-al, vigyázat, külön-külön osztom őket, tehát a mínusz 4-et is osztom 8-al, és a 16-ot is 8-al. Megnézem, hogy hol lehet egyszerűsíteni. Hát a 4-et és a 8-at el tudom osztani 2-vel, tehát itt majd lesz 1/2, a 16-ot és a 8-at el, nem is 2-vel, hanem 4-jel, tehát így lesz 1/2, a 16-ot és a 8-at el tudom osztani 8-al, itt pedig pont fordítva, tehát 2 fog lenni. Tehát egyszerűsítés után a függvényünk a következőképpen néz ki, y egyenlő mínusz 1/2 x plusz 2. Ez már explicit alak, bennünket a k érdekel, láthatjuk, hogy az mínusz 1/2. Mivel a k, az n ugye az praktikusan teljesen lényegtelen, mivel a k negatív szám, ezért ez a függvény monoton csökkenő fog lenni. Ha fogjuk és lerajzolnánk ezt a függvényt, még azért csak előtte ábrázoljuk ugye a lefelé mutató kis nyíl, hogyha lerajzolnánk a függvényt, akkor szépen láthatjuk, hogy ez a függvény mínusz oldalról jobbra haladva láthatjuk, hogy csökkenő, tehát egy ilyen lejtőt kapunk, igen, ez a függvény monoton csökkenő. Nézzünk még egy feladatot, amelyben minden szám, ami szerepel benne, az valójában egy tört, és igen, ez is egy implicit alak, tehát ahhoz, hogy mi meghatározzuk a függvény monotonitását, szükségünk van az explicit alakra. Mivel a függvény tartalmaz törteket, szokás szerint az első dolgunk, hogy megszabaduljunk ezektől a nevezőktől, be kell szorozni a közös nevezővel. Hát 4-nek, 6-nak, 8-nak a közös nevezője az a 24 fog lenni. Jöhetnek a pipák, most ugye 4 tagunk van, nem lesz semmi az sem, ami kiesik.
A pipákra a következő számok kerülnek. 24-ben a 4 megvan 6-szor. 24-ben a 6 megvan 4-szer. 24-ben a 8 megvan 3-szor. És a végén 24-ben az 1, ugye mert az, amit hogyha per 1 lenne, megvan 24-szer. Így már a nevezők eltűnnek, szorozzuk be, amik maradtak. 6 x 3x az 18x, mínusz 4 x 5y az 20y, mínusz 3 x 7 az 21, és ez egyenlő 0. Ugye bármit szorozzunk nullával, az 0. Mivel nekünk explicit alakot kell, hogy megkapjunk, így akkor az y-os tag fog bal oldalt maradni. Tehát a mínusz 20y marad bal oldalon, a 18x, mivel átmegy a jobb oldalra, így lesz mínusz 18x, a mínusz 21 pedig átalakul plusz 21-jé. Mivel y-t mínusz szám szorozza, érdemes azért beszorozni mínusz 1-jel, hogy minden előjel megváltozzon, illetve hogy az y előtt pozitív együttható legyen. Ha ezt elvégezzük, akkor a következőt kapjuk, ugye minden előjel megváltozik, mínusz 20y-ból lesz plusz 20y, a mínusz 18x-ből plusz 18x, és a plusz 21-ből pedig mínusz 21. Miután megszabadultam a mínusz előjeltől, így mindkét oldalt eloszthatom 20-szal. Vigyázat, külön-külön osztom 20-szal, tehát a plusz 18-at is osztom 20-szal, és a mínusz 21-et is osztom 20-szal. Megnézem, hogy hol lehet egyszerűsíteni. Hát láthatjuk, hogy a 18-20-adot kettővel el tudom osztani, így kapok 9-10-et, mivel a 21-et nem tudom 20-szal elosztani, nem is tudom egyszerűsíteni, ezt a részét meghagyom. Különösképpen, hogy a monotonitásra ugye mondtuk, hogy az n-nek egyáltalán nincs kihatással. Bennünket az a szám érdekel, ami az x-et szorozza, jelen esetben az 9-10-et. Tehát a k-nak kiírhatom, hogy az 9-10-ed, az n mellékesen ugye mínusz 21-20-ad, és bennünket, ahogy már mondtam, a 9-10-ed érdekel, mivel ez egy pozitív szám, tehát a k nagyobb, mint 0, ezért ez a függvény egy monoton növekvő függvény. Jelöljük is, tehát az y és fölfelé mutató kis nyíl. Ha még ábrázoljuk a függvényt, akkor ellenőrizzük le, hogy tényleg monoton növekvő függvényt kaptunk-e. Hát igen, hogyha megnézzük x tengelyen negatív irányból plusz irányba haladva, láthatjuk, hogy a függvényünk monoton növekvő, tehát ez egy emelkedő, tehát ezzel is bizonyítottuk, de ellenőriztük, hogy a számolásunk jó lett.